Jó reggel, Tamások, Tamarák, boldog névnapot. December 28-a, 29-e van már, 29. Igen, csütörtök, Párfi Istvánnal kezdjük ezt az órát. Jó reggelt kívánok. Hát én mondtam, hogy értékelhetjük a KDNP ezt egy évét is, ezt az évet, de szerintem ez nem lehet különbenni a kormány egy évétől, hiszen szorosan együttműködnek a Fidesszel ebben a kormányzásban. De én mégse ezzel kezdeném. Keringa az interneten, egész pontosan a Facebook világában egy videó, 12 perces beszélgetés a Kunigunda utcában, ahol azt értékeli, elemzi, hogy mi zajlik ott éjségsztrájk címszóval, és hogy normális-e az, ami ott zajlik, illetve normális-e az, ami történt ennek előzményeként a Magyar Televízió híradójában. És ez egy nagyon óvatos 12 perc, azt én érzékeltem. Tehát bizonyos dolgokat próbált kimondani, de közben meg bizonyos dolgokat próbált elkerülni. Tehát konklúziók levonása nélkül próbálta megítélni a helyzetet. Tudunk ennél konkrétabbak lenni? Mi a véleménye arról, ami a Kunigunda utcában, MTVA ügyben zajlik? Csak röviden, hogy ne dimenzionáljuk túl a dolgot. Én egy csoportot vittem látogatóba, amikor nem tudtam bemenni abba az épületbe. Tehát azt nem normális állapot, hogy a Magyar Televízió, meg az MTV, a székháza, a gyártás helye, ahol közszolgálat folyik, hogy az le legyen zárva, hogy oda ne tudjon bemenni mondjuk egy delegáció, vagy mindazok, akik a munkájukat végzik, stb. Én ott szembesültem ezzel a helyzettel, és ennek adtam hangot egyáltalán, hogy ez nem normális, hogy eddig eljuthat valami. De hogy a konkrét ügyben mi van, vagy mi nincs, azt nekem semmilyen értemben, és ezért volt nyilván óvatos a dolog, semmilyen értemben nem kell kommentálnom, mert konkrét ügyekbe ilyen politikai szintről nem avatkozunk bele, ez az alapvető elv, és nincs is dolgunk vele, hiszen a médiahatóság független autonóm kormányzati szerv, és ilyenképpen intézi a dolgát. Jó, igen, de ki tud lépni a bőréből ennyire? Tehát ugye 2 évvel ezelőtt még újságíróként egy egészen másik szerepben nyilván lett volna a sarkas vélemény. Nem mondok egy másikat, építész vagyok, és nem szólok bele a tervtanács ügyeibe. Hát azért az mégis más. Miért volna más? Építészként mennyi ideig dolgozott? 3 évig. És újságíróként? 20. Kicsivel több, de akkor mondhatom azt is, hogy nem szólok bele semmiféle mondjuk Európai Uniós fejlesztési kérdésbe, pedig Európa szakértő. Amit Nagy Navarró Balázsék képviselnek, az, most az eszközről ne beszéljünk, mert ez egy másik dolog valóban. Az, hogy ezt a fajta kicsit hamisítós, kicsit a tényeket megváltoztató hírvilágot, ezt meg kell reformálni, és ezt akármilyen eszközzel is, de ebben rendet kell vágni. Ezzel egyetért? Ugye az a helyzet, hogy az nyilván abszurdum, hogy bárkit, egy a legfelsőbb bíróság elnökét, vagy bárkit kiretusáljanak egy televízióból, híradóból, vagy akármiből is. Ez az abszurdum. De hát a dolog rendeződött, hát eltávolították azt a főszerkesztőt, és még talán helyettesít is megbüntették, de mondom, a konkrét ügyen nem kell foglalkoznom. Azt mondtam, hogy nem normális, és azt mondtam, hogy abszurd, kellene több. Jó. 1,5 millió szavazót veszített a Fidesz, a KDNP pedig változatlanul nem mérhető külön pártként a legfrissebb kutatások szerint. Ez azért azt mutatja, hogy túl azon, ami egy kormányzati ciklus közepe felé haladva mindenkori kormánypártokat sújtja, tehát hogy voltak ígéretek, és nem minden úgy alakul, mint ahogy azt a szavazói gondolták, egy nagyon komoly mélyrepülés kezd lenni. Előbb itt voltak különböző kutató cégektől vendégek, nem tudom, mennyire tudta követni, azt éppen akkor érkezett, tehát talán nem. Mindent követünk. Ja, úgy könnyű. Tehát bárs jártás, kedves. Tehát ha mindent követnek, akkor azt is tudják nyilván, hogy a szavazott csökkenés az gyakorlatilag megállíthatatlannak látszik. A szavazótábor csökkenése szintúgy, és a Jobbik előretörése Kelet-Magyarországon épp így. Mi a véleménye erről? Egyrészt az, hogy nem így van, másrészt okay, az, hogy gondolta. A szavazótábornak a csökkenése az egy természetes velejárója minden kormányzásnak. Ezt már annyiszor elmondtuk, hogy nem tudom hányszor ezzel kell. Ezzel kezdtem. Hogy hányszor kell még elmondani. Azon kívül, aki esetleg most nincs ott, hogy vasárnap elmenne szavazni, és azt mondaná, hogy a Fidesz-KDNP-re szavaz, az nem biztos, hogy 2 év múlva
vagy két és fél év múlva ott lesz, ahol most de van. De van olyan, aki csak a KDNP-re szavaznak például? Vannak azok a bizonytalanok, akik most éppen nem tudják, hogy mi hol vannak csinálják. A KDNP szavazók? Azon kívül a KDNP, Fidesz-KDNP egy pártszövetség, együtt indul, együtt mérjük. Nincs olyan szándékunk és nincs olyan tervünk, hogy bármiféle arányokat ebből mi mondjuk önállóan hasítsunk ki. Ez másként működik. Hát olyat kér tőlem számon, amiért nem teszünk, nem dolgozunk, nem, mert nem ez a rendszer. Nem kérek semmi számon, csak kérdezek. Akkor így mondom. Magyarán akkor nincsen a fejükben a tervei között, hogy mondjuk 2014-ben a KDNP megméretni önmagát, és ebben a pártszövetségben gondolkoznak hosszú távon, és nem is érdemes a KDNP-t külön megpróbálni mérni. Én azt hiszem, hogy erre már válaszoltunk elégszer. Oké, értem. Az, hogy a kormánypárt, vagy ennek a pártszövetségnek a támogatottsága az ma kevesebbnek látszik, mint az ellenzéki pártok támogatottsága, az azt a fajta kommunikációt nem kérdőjelezi meg, hogy állandóan a többségre hivatkoznak a döntések mentén? Hát könnyörgöm, mert az Amerikai Egyesült Államokban mindent feles ügyekkel intéznek el, nincs is kétharmad. Értelmetlen a kérdés. Többség dolgozik. Amilyen aránya, olyan aránya, amilyen rendszerben, olyan jó, de mindenhez a társadalmi felhatalmazást hozzá ez példaként. Ezt megvan, a választások teremtik meg. Tehát ne menjünk megint vissza 2010-be, jó. És nem tudom én, április 25-ig. Jó, ne menjünk. Hoffmann Rózsa jelen pillanatban a legkevésbé támogatott magyar politikai szereplő az összes kutatás alapján. Beáldozták őt ezzel a köznevelési törvénnyel? Nem. Hoffmann Rózsa elvégzett egy hatalmas munkát, kitartóan, nagyon következetesen és kemény idegekkel, és ezt először is akkor hadd köszönjön meg neki itt a nyilvánosság előtt is. És meg fogják köszönni azok is, akik majd fogják tapasztalni, hogy milyen előnyei vannak a rendszernek, amikor 2012. szeptember 1-től ez életben. Pokorni Zoltán meg sem próbálták meggyőzni arról, hogy ennek a rendszernek előnyei vannak inkább, mint hátrányai? Nem próbáltuk meggyőzni, de ugye a Zoltánnak az oktatáspolitikai felfogása az eleve tartalmazta azt, hogy ebből a véglegteki kiélezett konfliktus lesz. Ezt nem lehetett ilyen értelemben megállítani. Szóval amikor ilyen nézetkülönbségek vannak, akkor nincs eszköz a meggyőzésre. Ezt el kell fogadni. Varga László más, ahogy mondani szokták, azt mondta tegnap az egyházügyi törvényjavaslat részletes vitájának a végén, hogy még Clintonné nagyságos asszony is beleszól. Kellenek ilyen kicsit bántó, kicsit sértő mondatok? Igen, most, amikor eléggé paprikás úgyis a hangulat. Frakciószóvivőként sem kell nekem Varga László képviselő úr szavait értelmeznem. Mindenkinek van egy stílusa. Egyébként ezt tekintsük könnyed, humoros megközelítésnek. Mostanában jönnek levelek, hát lejárója a politikai életnek, rengeteg levél van. Hát. Egy hét alatt jár a posta. Egy hét alatt jött Barrosótól levél, az Európai Unió vezetőjétől, jött most az IMF vezérkarától tegnap. Nem jött levél az IMF-től. Üzenet jött? Csak csupán? Nem, Christian Rosenberg, a delegáció vezető, ha jól emlékszem, nyilatkozott. A Reutersnek nyilatkozott. Ez egy üzenet? Hát könyörgöm, ha ennél egyértelműbb üzenet nincs, amikor a Reutersen keresztül a világnak közlik, hogy Magyarország... Ne gondolja, hogy nincs napi kapcsolat Rosenberg úr, vagy Irina Ivashenko, ugye ő a helyi vezető. És akinek fogalma nincs Magyarországról, mint Kósa alelnök úrtól tudjuk. Jó, lehet itt megakasztani engem, de ha maradjak a saját nyomvonalamban. Tehát, ráadásul ugye itt székelnek, van irodájuk, napi kapcsolatuk van a Nemzetgazdasági Minisztériummal, de nem is csak a mai szereplőkkel, hanem ismerik a terepet. Hát kell nekik a Reutersen keresztül üzengetni? A Reuters ez egy pénzügyi média. Azt mondok, olvasói, meg nézői vannak. A hitelezőknek, meg a befektetőknek szól, nem a magyar kormánynak ugyan már. Na jó, de hát éppen ezért figyelmeztető. Tehát más dolog az, amikor a háttérben mondunk valamit, így egymás közt megbeszéljük, és senkinek semmi köze nincsen hozzá, és más dolog az, amikor kilépünk a reflektorfénybe, és nyilvánosan üzenünk gyakorlatilag a világon keresztül Magyarországnak. Mert hát igazából ez történt, lássuk be. De azért nem így van, mert lassan már tényleg egy általános iskolás gyerek tudja, hogy megy egy IMF tárgyalás. Tehát itt ez teljesen nyilvánvaló és nyílt. Egyet nem tudunk. De úgy megy, ahogy gondoljuk? Úgy. Egyet nem tudunk, és ez nagyon fontos, hogy
mennyi lesz az ára, hogy mi lesz a kamata, hogy mi lesz a számlavezetésnek a díja. Ugye ez egy bank, tehát ugyanúgy megyünk számlát nyitni, hitelt kérni, hitelt fölvenni, kondíciólista van, és vannak egyedi, ugye ez olyan, mint egy private banking. Leülök önnel, és akkor megbeszéljük, hogy akkor mennyire adunk pénzt. Hát bizonyos értelemben olyan, mert mondjuk, hogyha bemegyek egy bankba, akkor nem fogják megkérdezni tőlem, hogy verem-e az asszonyt. Ha viszont Magyarország megy oda az IMF-hez, akkor azt fogják mondani, hogy ezt és ezt a rendszert, ezt és ezt a törvényt légy kedves megváltoztatni. Ugye gyakorlatilag erről szólnak az üzengetések most. De nem, mondom, nem, még egyszer nem üzengetések. Van egy olyan terület, amiben az IMF nem szól bele. Nyilván van, pont azért, mert bank. Ilyen például a családon belüli erőszak, hogyha már ilyen jó példát hozott a szerkesztő úr. De van olyan, amit miután bank, ezért észrevételez. Ilyen például a Nemzeti Banknak a szerepe, tehát a Nemzeti Bankról szóló törvény. Nyilván a szakterületén fejt ki állásfoglalásokat. De hát Hillary Clinton is megjegyzést tett egy csomó dologra az ő levelében, legalábbis úgy hírlik. Mert olvasta? Hát ezt a levelet sajnos nem olvastuk, viszont érdekes mondani, ez is kiszivárgott, épp úgy, mint az először nem is létező Barroso levél, amiről kiderült, hogy aztán nagyon is van. Tehát az kiszivárgott információk szerint tételesen felsorolta azokat a dolgokat, amiket gyakorlatilag Barroso is, és amit folyamatosan Magyarország szemére állnak a nemzetközi szervezetek, vagy a megszólalók, úgymond szakértők. Az nem kell ezzel foglalkozni? Az amerikai diplomáciának mindig ez volt a viselkedése. Ez így van, mióta a világ. Ezt hogy érti? Ez a rendszer 1989-ben hathatós segítséggel, amerikai segítséggel jött létre. Ne menjünk vissza most a régen Gorbacsov találkozókig és a többi. De az Amerikai Egyesült Államok mindig nagyon helyesen ennek a térségnek a stabilitásán tartotta a szemét. És ez egy szokásos gyakorlat. A külügyminisztérium jelentéseket kap, és hogyha a külügyminiszter asszony, Clintonné nagyságos asszony, úgy látja, hogy kell ez ügyben egy levelet írni a Orbán Viktornak, akkor megírja. De ez az amerikai szemszögből készül, az amerikai külügyminisztérium jelentései alapján. És nem veszi figyelembe azt, hogy milyen belső, belpolitikai, milyen európai stabilitási ügyekben küzdünk, hiszen más érdekeltségek vannak, ez természetes. Mások az amerikai érdekek, mint a magyar érdekek? Más az amerikai, más az európai, a kínai, az arab világ érdeke, és mások mondjuk a dollárban, jenben, yuanban és euróban gazdálkodó államok és cégek és vállalkozások érdekei. Ennek jegyében mondhatjuk tehát akkor azt, hogy helyesen cselekedett Orbán Viktor, hogyha úgy cselekedett, ahogy azt a kormányszóvivőtől tegnap hallottuk, hogy egy udvarias, de visszautasító hangú levelet küldött Hillary Clintonnak, ezzel egyetértenek? Kereszténydemokrataként? Nem tudok minősíteni olyat, meg véleményt alkotni arról, amit nem ismerek. Sem szövegszerűen, sem összefüggésszerűen. Önökkel nem egyeztet Orbán Viktor, mint amolyan... Hát, amikor az amerikai külügyminiszternek levelet ír, hát ugye érteni kell, az a kormány. Mi a frakciók, a képviselők vagyunk. Független a kormány hatalmi. Pedig az önök megbízásából dolgozik. De nem a mi megbízásunkból ír leveleket. Ez kétségtelen. No. Jó. A KDNP-nek jó éve volt 2011? Az első kérdésben benne volt, és akkor meg akartam mondani, de hát a tévés dolgok elvitték. Igen. Azért, mert a helyi szervezetek megerősítése az nagyon szépen, és hál' Istennek tényleg azt mondom, hogy izmosan zajlik. Országos pártnak látja a KDNP-t? A KDNP országos párt, és az a 2011-es év nagy eredménye, hogy felfedezik az emberek, még azok is, akik eddig soha nem politizáltak, vagy soha nem kerestek pártokat. És ebben van egy nagy tartalék. A köznevelési törvényt tekinthetjük az év diadalának a KDNP szempontjából, hogy az a törvény ment át nagyjából végül, amit önök elképzeltek? Családvédelmi törvény, köznevelési felsőoktatási, ami a pedagógus életpályát tartalmazza, és most az egyházügyi is meg lesz. A siker lesz? Nagyon sok kritika értetek. Volt benne egy nagy kurfli, de erről nem mit tehetünk. És ez a mostani változat? Ez a tökéletes, ez leginkább közelítő változat? Tökéletes soha nincsen, különösen akkor, amikor egy országgyűlés példanélkül álló módon több mint 200 törvényt fogad el, amiből több mint 100 új törvényt, 100 törvénymódosítás és országgyűlési határozatok és egyebek.
alaptörvény és 30 sarkalatos törvény. Tehát ilyen törvényalkotási menetrendben persze természetszerűleg vannak hibák. Ez egy nagyobb rendszer szintű hiba volt, de kijavítottuk, és ez a lényeg. És nem okozott olyan érdeksérelmet, és nem okozott jogsérelmet, és ez nagyon fontos. Tehát ugyanúgy állunk neki január 1-ének az új egyházügyi törvénye, mint tettük volna a régivel, amit júliusban fogadtunk el. Csak egy más nevű országban, nem Magyar Köztársaság, hanem Magyarország. Ezzel egyetért? Aminek az államformája köztársaság. Ez így van. Hát akkor mi a probléma? Semmi a világon. Boldog új évet kívánok. Viszont kívánok.